Ezekben a hetekben kezdik átvenni az uralmat a gyümölcsöknél az almák. Győr-Moson Sopronban 145 hektáron termesztik a gyümölcsöt. A termés kevesebb, mint tavaly, és egyelőre az ára is magasabb. Azonban ez változhat az újabb és újabb fajták beérésével. Kezdődött az alma szüret Sopron környékén is. A Fertődi Horváth mezőgazdasági vállalkozásnál járunk, ahol 7,5 hektáron termesztik a gyümölcsöt. A vállalkozás 92-ben indult, tehát tavaly voltunk 30 évesek, ezt meg is ünnepeltük egy komoly nagy családi, meg rokoni körbe. Édesapám kezdte el, de mondjuk én is az első ültetvények telepítésénél, ültetésénél itt voltam, meg a másik testvérem is, aki nálam 2 éve fiatalabb, tehát mi az elejétől fogva itt voltunk, csak ugye mi mentünk középiskola, felsőfokú iskola, tehát nem tudtunk annyira részt venni a mindennapi életbe. Tehát 30 év alatt épült, az alma akkor csak 3 hektár volt, most már 4,5 hektárral több. Ez egy családi vállalkozás, ahol mindenki kiveszi a részét a munkából. Horváth Lászlónak 3 fia van és 7 unokája, akik tovább viszik azt, amit ő valamikor elkezdett. 3 fiam van, és 7 unokám. Tehát minden családban van 2, egybe 3. Egy gyerek van, ráadásul az is jó arány, mert 4 fiú és 3 lány én nekem. Hát a fiúk azok most már teljesen átvették a fiaim a gazdaságot, irányítás, a munkát, mindent. Én csak úgy szaktanácsot vagy tájékoztatásra megkérdeznek. Kilenc fajta van itt, ebből alapvetően leginkább az Idareda, Jonagold és a sárga alma Golden, vagy azaz levált Orion fogy. Itt egyrésztől előrébb kell hozni a szezont, ezért újabb fajták vannak kipróbálva, hogy még mielőtt megjelenik a szabolcsi, meg a másol, a dömping, ugye jellemző, hogy ők, nagyon sok kis termelő nem tudja hova tenni az almáját, nem tudja tárolni, nincs hűtőháza, ezért azonnal megjelenik a piacon úgy szeptember vége felé egy nagy mennyiség, ami lenyomja az árakat. És ezelőtt már el kell indulni úgy, hogy legyen olyan alma, ami már előtte megjelenik, és egy kicsit magasabb áron netán el lehet adni. Idén a csapadék egyenletlen elosztása és a fagykárok miatt a tavainál kevesebb, de jó minőségű gyümölcs termett a régióban. Mindenképpen befolyásolta 2 fagy. Az első nem volt vészes, mert még korán jött, akkor még az alma nem volt abban a stádiumában, hogy problémát okozott volna. A második már azért mutatta hatásait. Plusz, amit mondott, hogy tavalyi évben sok volt, azért idén mindenképpen kevesebb lett volna egyébként is. A minőséget pedig a rengeteg eső befolyásolta, hogy 3-szor másfél hétig szinte folyamatosan esett az eső, és nem lehetett védekezni. De egyébként én azt mondom, hogy ez egy jó dolog volt a szempontból, hogy mi is, meg mások is szinte elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne megoldani és máshogy védekezni. Különleges almafajták is megtalálhatóak a gyümölcsösben. Ilyen például ez a piros belsejű alma, amely bár küllemre és ízre is különleges, még sincs piaca egyenlőre. Külföldön azt láttuk, hogy van ilyen rozé-szerű szájder, és azt már úgy divat csinálni, hogy nem valamivel megszínesítik, hanem tesznek bele olyan almát, ami majdnem olyan egy székla, olyan piros a leve. De az alma chipsbe is nagyon jó például, helyben a kis üzem fertőszéplakon szokott belőle csinálni ilyen kis pirosas almalekvárt, ami megint egy különleges, tehát erre lenne élettere, csak nincs felvevő piaca, ezért most egy ilyen próbaképpen van itt az alma, de szeretünk ilyeneket kísérletezgetni. Egy másik újdonság, tehát most már 4-5 éve van itt, természetesen nem annyira új, ez az Orion fajta, amivel próbáljuk a Goldent kiváltani, mert a Golden nagyon nehezen termeszthető, apró lesz, viszont az Orion, ez látszik nagy darab, jól néz ki, és egy nagyon finom, ízletes alma. Magyarországon az elmúlt 20 évben felére csökkent az alma termőterülete, a megtermelt alma mennyiség pedig még a hazai piac igényeit sem elégíti ki. Hogy ez megváltozzon, ipari alma programot indít, a termelői árak védelmében pedig közös fellépést tervez a Zöldség-Gyümölcs Terméktanács.